Fogyasztás és közösségek címmel interdisziplináris szimpóziumot szerveztek a közgazdaságtudományi karon. A rendezvényre az ország különböző intézeteiből érkeztek előadók. A fogyasztás, mint központi téma, nagyon érdekes nagyon sokféle tudományterület számára. A szimpóziumnak az volt a célja, hogy egyszer üljön le közgazdász, szociológus, kultúrantropológus, pszichológus, filozófus, és lehet folytatni a sort, és beszéljük meg, hogy ki milyen kutatási eredményekre jutott idáig. Ezt a fogyasztás nagy témakört egy picit lehatároltabbá teszi, hogy közösségekben gondolkodva dolgozzuk fel a témát. És az a célja, hogy jöjjünk össze, és próbáljunk inspirálódni más tudományterületektől. Az előadások olyan témakörök köré csoportosultak, mint a középosztály problematikája, a fogyasztók, mint a közösség tagjai, az etikai fogyasztás kérdései, vagy a stílus közösségek.